A kacsacsőrű emlős. A kacsacsőrű emlős mamája igen különleges élőlény. Hótszerű, szőrös négylábú kinézete ellenére csőre van, mint a madaraknak, terhessége után pedig nem szül, hanem tojást rak, és több napig kotlik rajta. Ha ez még nem lenne elég furcsa, mikor kicsinyei feltörik a tojáshéjat, jó pár hétig erszényében kenguru módjára szoptatja őket. A szemléletesség kedvéért ez olyan, mintha a macskánknak lenne csőre és tojást tojna, majd pedig a kikelt kis cicákat az erszényében táplálná. A kacsa csőrű emlős kitűnően úszik, élete nagy részét a folyókban tölti, és itt folytatódnak csodái, ugyanis alámerüléskor szemét és fülét becsukva, vakon halad és a csőrével lát. Érzékeny elektromos detektorként ide-oda mozgatja kisebb halakat, rákokat, férgeket szedeget össze. Mivel megrágásukhoz fogai a csőrében nincsenek, ezért ha nagyobb darabokat kell ennie, apróbb köveket vesz hozzájuk és azokkal őrli meg, ezt is hogyan találta ki? Azon kevés emlősök közé tartozik még, amelyek képesek mérget termelni. Hátsó lábain mérgező sarkantyút visel, mely egyfajta tüske, hogy megvédje magát az ellenségeitől. Olyannyira páratlan az állatvilágban, hogy a korai felfedezők Ausztráliában el sem hitték, hogy nem egy kacsa, kakas, mérges kígyó, vidra és hód részeiből rakták csak össze. Egyáltalán képtelenségnek látták, hogy csőr és szőr együtt létezhetnek ugyanazon az állaton. A legújabb kutatások pedig csak még megdöbbentőbbek. Kiderült ugyanis, hogy nincs gyomra, szőre fluoreszkál és még hibernálni is képes magát. Ráadásul a kacsacsőrű emlős bár emlős, az is úgy, hogy emlői nincsenek. A kicsinyei számára teje a bőre alól szivárog, úgymond tejet izzad. Egyszerre bűvöli el és ejti zavarba a szemlélőt, pedig ez a vidrába oltott fluoreszkáló, magát hibernálni képes mérges hódkacsa, teljes mértékben valódi és élő állat. Esetleg csak egy szempontból nem csodálkozhatunk rajta. Ha belegondolunk, végül is a húsvéti nyúl is tojást tojik, nem igaz?